Minden ablak ki van törve, erkély nincsen már, redőnytokok lógnak, és hát azt látjuk, hogy úgy tűnik teljesen tönkrement a lakás. Több, bővebb felvilágosítást nem kaptunk. Mondta ez a hölgy, akinek gyakorlatilag elpusztult mindene a Herman úti utca 3 alatti házban. A gázrobbanásokat még vizsgálják a szakemberek. A katasztrófának több sérültje is van, de a lakók jelentős része nem tartózkodott otthon. A detonáció akkora volt, hogy az utca másik oldalán lévő házban is kitörtek az ablakok és kiszakadtak az ajtók. Nagy erőkkel kezdtük meg a kivonulást, 3-as kiemelt fokozatban. Addigra a rendőrség már megkezdte a területnek a zárását biztonságosan. A lakókat, az itthon lévő lakókat kikísérték az épületből. Annyit lehet tudni jelen pillanatban, hogy a műszaki mentési folyamatokban biztos, hogy a lakók nem térhetnek vissza ebben a 10 lakásos társasházban az otthonukba. Szerencsére haláleset nem történt. 5 sérült volt a helyszín, amiről eddig tudunk, az átvizsgálás még folyik, ebből 2 mondható súlyosnak, 3 pedig könnyebbnek, mindenki kórházba került, illetve az egyik könnyű sérült nyilatkozat ellenében helyszínen maradt. Megvárjuk természetesen, amíg az átkutatás megtörténik, hogy nincs-e még sérült a romokban. 4 mentőautóval voltunk a helyszínen, ami egyelőre elégnek bizonyult, természetesen bármikor tudunk még ide csoportosítani mentőerőket, ha szükséges. A helyszínre érkezett Ácsezső Szekszárd polgármester, aki azt mondta, minden károsult elhelyezését megoldja a város. 10 és 30 közötti lakás sérült, hála Istennek, hogy személyi sérülés kevés volt, halálesetről nem tudunk egyébként. Az önkormányzat nyilván összehívott egy válságstábot, amelynek tagjai a mentősök, a rendőrség és a tűzoltók, és el fogjuk helyezni valamennyi itt lakó szekszári állampolgárt. Az önkormányzat lakásaiban, a kollégiumokban, illetve vélelünk lakásokat, úgyhogy meg fogjuk oldani mindenkinek a lakhatását. Az időközben kiadott közlemény szerint a helyszínre a paksi, a szekszárdi hivatásos tűzoltók mellett a bonyhádi és véméndi katasztrófavédelmi erők hivatásos tűzoltói is vonultak. A robbanás az épület második emeletén történt, és közel 100 embert kellett kimenteni a lakóházból és közvetlen környezetéből. A robbanás hangereje akkora volt, hogy értesüléseink szerint a környező településeken is hallható volt.